Bihar Nagybajom területén gazdálkodunk több éve. Fő profilunk a takarmánykereskedelem, illetve emellett foglalkozunk még állattartással is. Van egy 200 fős ízóbika állományunk, ennek a takarmány szükségletét is mi állítjuk elő, ami lucernából, szénából tevődik össze. Ezen kívül a bálázót kb. Egy olyan 10 000 darab szalmabála előállítására használjuk, majd szeptember-októberi hónapokban pedig a csutkabálázással szoktuk befejezni. Korábbi években a száros takarmány szükségleteinket bérmunkával állítottuk elő, ezért esett a választás arra, hogy sokkal jobban járnánk anyagilag, ha vásárolnánk egy új bálázót. A piacon ekkor találtuk meg a Kun bálázónak egy típusát, ami egy változó kamrás bálázó. Ez alkalmas a zöld takarmánytól, a szalmán át a csutkáig mindenféle bála elkészítéséhez megfelelő minőségben. Mindenképpen változó kamrás bálázót szeretnénk volna vásárolni. Ez a 80-astól a 160-as méretig képes bálát készíteni, de mi a 130-as, illetve a 150-es méreteket használjuk, a piaci igényeket kielégítve. A 2023-as évben körülbelül 14 ezer bálát készítettünk a bálázóval. Különösebb problémánk nem volt vele, műszaki problémánk nem volt vele. Egyetlen egyszer kellett egy szenzort cserélni, amit a szervíz garanciában kicserélt egy napon belül. Ennek a bálázónak egy pozitív tulajdonsága még, hogy 230 cm széles a rendfelszedője, ezért a szélesebb rendeken is könnyebben boldogulunk. Jelenleg lucerna bálázással foglalkozunk, 130-as méretben, mind a tömörségével, mind a bála kötözésével meg vagyunk elégedve. A bálázási sebességünk olyan 10-12 km/h között szokott lenni. A gép teljesítményével meg vagyunk elégedve, hosszú távra tervezünk vele, bátran ajánlom minden gazdálkodónak, aki új bálázó vásárlása előtt áll.